estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, határvadászokat keres az Országos Rendőrfőkapitányság. Témával kapcsolatban aktuális kérdések című heti magazinműsorunk mai vendége a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrfőkapitányságról, Sas Ferenc rendőrezredes. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Sas Ferenc rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert ugye migrációs helyzet van az országot érintően, és a rendőrség felhívással fordult a lakosság felé. Egészen pontosan határvadászokat keresnek, ez, ha jól tudom, akkor ha csak Jász-Nagykun-Szolnok megyéről beszélünk, akkor szinte az összes településen fellelhető médiában megjelenik ennek a hirdetése. Kezdjük ott, ezredes úr, hogy mi is egészen pontosan az, hogy határvadász? Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy Magyarország határ részén, déli határvidékén migrációs helyzet alakult ki. Ezt a kormány augusztus 15-én döntésében aként reagálta le, hogy olyan döntést hozott, hogy 3000 fővel megemeli a rendőrség létszámát, és ezt a létszámot a készenléti rendőrség állományába határvadász beosztásként engedélyezi ennek a feltöltését, és ennek hatására került létrehozásra toborzó csoportok megyénként, mivel hogy ez itt országos kérdés, és nyilván itt a határmenti megyéket nem szabad magukra hagyni, ezért úgy döntött a rendőri vezetés, hogy hogy a készenléti rendőrség állományában, de valamennyi megyei rendőrfőkapitányságon ennek egy nagyon fontos hangsúlyt kell helyezni erre a kérdéskörre, és ezért is létrehozásra kerültek, mint említettem, a toborzó csoportok, akik megkeresik azokat a fellelhető rendezvényeket, személyeket, akik érdeklődnek ez iránt a szolgálat után, majd nyilván későbbiek során elmondjuk, hogy milyen jellegű is ez a szolgálat. Lényeg az, hogy határvadászok, járőrtársakat keresünk most. Beszéljünk arról most, hogy ugye mondta, hogy létrejöttek ezek a toborzó csoportok, toborzó irodák. Hogyan lehet önökhöz jelentkezni? Ugye, aki elolvassa a felhívásokat, valószínű vannak, akik kedvet kapnak ehhez, illetve azt is említette, hogy önök is keresik azokat az embereket, akik megfelelhetnek a különböző kritériumoknak, amiről majd mindjárt bővebben beszélgetünk. Hogyan lehet jelentkezni? Hát jelentkezésnek több formája is lehet. A megyénkbe koncentrálva nyilván ezt a kérdéskört, valamennyi kapitányságon ki lettek jelölve azok a munkatársak, akik ha személyes megjelenés történik egy rendőrkapitányságon, akkor ők személyes eligazítást tudnak adni, tájékoztatást tudnak adni, illetve a jelentkezési csomagokat át tudja venni. De egyéb iránt tájékozódni lehet a police.hu weblapon és a határvadász mellékletben, ahol pontosan meg lehet találni azokat a feltételeket, jelentkezési lapokat, csatolmányokat, amelyeket egy-egy jelentkezés során biztosítani kell ahhoz, hogy ezt befogadjuk, ezeket a jelentkezéseket. De a megyei rendőrfőkapitányságon, ahol igazából ez a toborzó csoport működik, oda is borítékba, lezárt borítékba el lehet küldeni
ezt a... Annyit kell ráírni, hogy határvadár, vadászszázad, és ezt befogadjuk, áttekintjük az anyagot, személyesen visszajelzünk, ha kell pótlás, egyéb. Tehát az a lényeg, hogy majd el fogom mondani, hogy milyen feltételekkel kell ezt benyújtani, és akkor a kapcsolatot mi felvesszük a jelentkezővel. Tehát magyarul, aki mondjuk nem akar elutazni Szolnokra, vagy levelezni, akkor először bemehet ide a kapitányságra, és akkor onnan nem fogják elküldeni, hanem felvilágosítást adnak a jelentkezés feltételeivel kapcsolatban. Mik ezek a feltételek? Mivel azért ez egy nagyon fontos és szigorú előírásokhoz kötött szolgálati forma, a rendőri szolgálat, aki egyébként katonaként minősül, katonának minősül, ami a legfontosabb, hogy egy olyan jelentkezési lapot kell benyújtani, amely tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre kíváncsiak vagyunk, ezt kitölti a dolgozó, ezt le lehet tölteni erről a jelzett honlapról. Ehhez nyilván mellékelni kell azokat az orvosi igazolásokat, amelyeket előzetesen be kell szerezni. Nagyon fontos, hogy a jelentkezés alapfeltétele, hogy érettségivel rendelkezzen a jelentkező. Ezt azért is hangsúlyoznám ki, mert több érdeklődő van, olyan állampolgár, aki szakmunkásképző bizonyítvánnyal rendelkezik, sajnos őket nem tudjuk befogadni a rendszerünkbe. Előírás, eddig is előírás, törvény előírás volt, hogy érettségével lehet rendőrnek jelentkezni, ez továbbra is megmaradt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a bizonyító okmányokat, érettségi bizonyítvány másolatokat ezt csatolni kell. Csatolni kell más részről, vagy a 90 napnál rövidebb idő alatt beszerzett erkölcsi bizonyítvány, vagy annak a igénylő lapját. Végül is állandó belföldi lakhellyel kell rendelkezni a jelentkezőnek, tehát egy igazolványnak a másolatát is, de egyébként mi ezt be tudjuk azonosítani a kommunikációk során. Amennyiben ezekkel rendelkezik, becsatolja, akkor foglalkozni fogunk az ügyével, és egy eljárási kereten belül meg fogjuk vizsgáltatni, egy különféle pszichológiai egyébként. Ezt akartam pontosan kérdezni, hogyha mondjuk mondok egy nevet, Kovács Béla beadja a jelentkezését, van érettségje, el tudta küldeni, tehát mindent beletett ebbe a csomagba, akkor mi történik egy jelentkezővel? Igen. Behívják egy személyes elbeszélgetésre, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Igen. Hát mire eljutunk az elbeszélgetésig, addig azért egy-két vizsgálaton részt kell venni. Én talán még azt is kihangsúlyoznám, hogy még mik azok az elvárások, amelyeket még teljesítenie kell a jelentkezőnek. Ez például az, hogy cselekvőképesnek kell lenni. Az, hogy 18 éves betöltött életkorral kell rendelkeznie. Egyéb iránt a törvényi felső határunk az 55 év, tehát e között, a korosztály között bárkinek várjuk szeretettel a jelentkezését. És nagyon fontos dolog, amikor megérkezik a jelentkezési lap, áttekintjük, megfelelnek a feltételek, akkor van egy fizikai felmérésünk, amely... Ez mit jelent? Amely 7 sportágból 5 sportágat kell választani, abból a megfelelő pontszámokat, ha eléri a jelentkező, akkor és a 80 pont ez az összesített eredménye, akkor gyakorlatilag megfelel a feltételeknek. Ez, bocsánat, az, ami a rendőröknél minden ez évben ugyanaz, ez a felmérés. Ez ugyanaz, mint a évi rendőri felmérés, ami nagyon fontos, és általában ez a legnagyobb buktatója, ami ez ideig tapasztalat, ként megjelenik nálunk a rendszerben, a futás, a 2000 méter futás, de én úgy gondolom, hogy ezek időben eléggé szépen teljesíthetők. Én magam is már korosként is nap mint nap futok, tehát ezek rendben lévő dolgok. Fekvőtámasz, felülés, függeszkedés, tehát ezek a tipikus testneveléshez kötődő felmérési dolgok. Ezen, ha túl van a jelentkező, utána pszichológiai vizsgálat és egészségügyi vizsgálaton kell átesnie. Itt is megvannak azok a szabályok, amit talán érdekességként elmondhatok, hogy például tetoválás csak olyan helyen lehet, ami nem látható, és a rövidújú ing fölötti részen, az látható részeken nem lehet. Az viszont engedélyezett, hogy például egy ilyen női plasztikai vagy szépítészeti tetoválás legyen, tehát ezek ilyen, de ezek akkor aktuálisan tisztázható dolgok. Egyéb iránt abban a mellékletben, amit le lehet tölteni arról a ominózus honlapról, ebbe például ilyen tipikus kérdésekre a válaszokat is meg lehet találni. Úgyhogy aki jelentkezik, akkor ezeken a vizsgálatokon átesik,
Van egy felvételiző bizottság, aki utána az elbeszélgetést, és itt jutunk el oda, hogy el kell a jelenkezővel beszélgetni. Hát mégis az, hogy mi alapján döntött egyéb, megnézzük, hogy a hozzáállása, a motiváltsága milyen, és ezután küldjük fel az anyagát a készenléti rendőrséghez, mint ahogy jeleztük, itt a készenléti rendőrség állományába kerülnek a jelentkezők, ahol, és ez nagyon fontos kritérium, hogy egy életvitelnek kifogástalannak kell lenni, aki ide jelentkezik. Ezt viszont ekkor elrendeli majd a parancsnok, hogy le kell ellenőrizni a személynek a kifogástalan életvitelét. Ez azt jelenti, hogy a lakó környezetébe is egyéb oba. Ehhez viszont hozzá kell járulni a jelentkezőnek. Tehát megkérdezik a szomszédokat, így hogy, van, hogy verje a feleségét, vagy... Akár igen. Hasonló. Igen, bármi olyan dolog, ami miatt esetleg kizárná a rendszerünkből ezt. És miután ez a komplex dolog megfelel a feltételeknek, meg ezeknek a vizsgálatoknak is a jelentkező, akkor előre láthatólag, és első körben kitűzött célként, és talán itt áttérnék a szolgálatra, november 1-ével indulna be az a első kontingens, és nyilván említettem, bár ha nem, akkor mondom, hogy országosan ez a 3000 főnek a felvételére nyílt lehetőség, de az első kontingens november első napjaira van célozva, hogy megkezdenék a képzést. Maradjunk még egy picit a jelentkezésnél. Elkezdődött ugye a toborzás, akkor, ha jól értem, mivel egy helyre a készenléti rendőrséghez mennek föl majd az önök által elfogadott jelentkezések, akkor nincsen leosztva, hogy megyénként 100 ember, hanem gyakorlatilag akiket alkalmasnak találnak, tehát korlátlan egy megyére a leosztás. Nők jelentkezhetnek-e például? Sőt, és köszönöm a kérdést, jelentkeznek is. Jelenleg, hogy ezt is elmondhatom, nyilván 11 jelentkező van a megyéből, ennek közel a fele hölgy, tehát nagyon nagy szeretettel jelentkeznek is, meg várjuk is a hölgy jelentkezőket. Nagyon érdeklődőek a hölgyek, sőt, tapasztalatunk az, hogy ők szorgalmasabbak a felkészülésbe, mint a fiúk, ők magabiztosak, de a lányok meg szorgalmasabbak egy kicsit. Egyébként ez jellemző úgy az iskolákban is, hogy a lányok szorgalmasabbak, a fiúk meg magabiztosabbak, de föltétlen nyitott az ő számukra is. Mint ahogy mondtam, 18-tól 55 évig, és a hölgyek természetesen olyan szeretettel várjuk. Szemüveg, kizáró? Igen, szemüvegnél is itt a látás élesség a -4-es, és nyilván megvannak ezek az orvosi szabályok, hogy mi, de a -4-es fölötti szemkárosodás, vagy szemállapot az már kizáró ok, de egyéb iránt nem kizáró ok a szemüvegesség, hát kancsalság, egyéb ilyen dolgok is vannak bizonyos szintnél, amikor kizáró okok, de ezek is ragyogóan le vannak írva ebbe a mellékletbe. Nem akarok itt orvosi dolgokba belemenni, de ezek előírások. De ugye ez általában felvetődik ez a szemüvegesség kérdése. Tehát akkor aki esetleg szemüveges, az ne keseredjen el, mert van esélye arra, hogy bekerülhessen a csapatba. Meddig tart a toborzás? Ugye említett, hogy november elején indulna az első kontingens. Ez gyakorlatilag egy ilyen gördülő vagy folyamatos toborzás lesz. Országosan elsődlegesen megcélozva, hogy ha 500 főt sikerülne, én úgy tudom, most már közel 400 főnél tart az ország. Ha 500 főt elérjük, akkor annak a beiskolálási lehetőségei helyszín szempontjából is megvannak, ezek a szakközépiskolák, amelyek működnek a rendőrségnél, és azt is elmondhatom, hogy amennyiben egy-egy megyénél 30 fő fölé emelkedik, vagy 30 főt eléri a létszám, a jelentkezési, a befogadható, a megfelelő, tehát a felvételre megfelelő létszám, akár helyileg is képzés beindítására van lehetőség, de ezt általában, és itt el is mondanám, hogy itt a jelentkezők alapvetően a szolgálatokat majd a határ, déli határ mentén fogják ellátni, és oda kötődő képzési lehetőségek is lesznek ezekre a 30 főkre, hogy ott a szolgálati hely környékén kialakított iskolarendszerekben lennének rendőrök által felkészítve ezek a jelentkezők. Tehát akkor gyakorlatilag aki megfelel és elkezdi ezt a szolgálatot, akkor elkezdi tevőlegesen a szolgálatot, a szolgálati helyén majd a déli határszakaszon, vagy először iskolába kell járni a képzésen részt vennie? Igen, nagyon fontos dolog. Hát először is ez a rendszer, a rendőri képzési rendszer,
és ami őrájuk is fog vonatkozni a jelentkezőkre, ez egy moduláris képzési rendszer. Egyébként nagyon fontos ez is, hogy OK és végzettségű képzési rendszer. Ez egy 5 modulból álló képzési forma, amelynek az első 2 modulját fogják elvégezni ezek a jelentkezők, a bekerült kollégák. Ebből a 2 modulból első 2 hónapban munkavállalóként kerülnek felvételre a dolgozók, és a 2 hónap végén az első modulzáró vizsgát követően próbaidős rendőr őrmesterként kerülnek kinevezésre. Tehát itt már a rendőri szervezetbe rendőrként kerülnek be, és kezdik a 4 hónapos képzésüket. Tehát összesen ez a 2 modul 6 hónapos képzés, gyakorlatilag, ha kiszámoljuk, május 1-jével az iskola eredményes elvégzését követően a kollégák már éles helyzetbe kerülnének itt a déli határ szakaszon. Általában a lakhelyhez közelebb eső déli részre kerülnének kinevezésre. Tehát az a 4 hónap, az viszont már a második modulnál az rendőrként végeznék, de mindvégig iskola rendszerű képzés. Tehát ekkor valószínű a határa úgy mennének le, hogy szemlélődni, megtapasztalni, hogy milyen, tehát ez a képzés rendszere lenne, ott még nem szolgálatot látnának el. Első 2 hónapban talán itt a fizikai lőkészség és egyéb katonai képességeknek a fejlesztése, ismeretek átadása, míg a második rész ott már a szakmai részek, itt akár a határrendészeti rész, határvédelmi rész, határőrzési résznek a dolgait. Amikor elvégzik ezeket a modulokat, akkor gyakorlatilag ugyanolyan jogú rendőrök lennének, mint mondjuk azok, akik a 2 éves szakközépiskolai képzésből kerülnek a rendőrség állományába? Mint ahogy az előbb jeleztem, hogy ez egy 5 modulári, 5 modulból álló moduláris képzés. Ők 2-t végeznek el. És ők 2-t fognak elvégezni, tehát ők járőrtárs. Ezért mondjuk azt, hogy határvadász járőrtársak lesznek, mert ők önálló intézkedésre nem válnak ugye a jogosultán, de olyan személy mellett, aki ezt a jogosultságot bírja, tehát mondjuk egy szakközépiskolát teljes körűen elvégzett, vagy iskola rendszeren kívül vannak olyanok, akik már 5 modulos végzettséggel rendelkeznek, akkor az mellett ő járőrtársként teljes joggal dolgozhat. Tehát fegyverrel, felszereléssel és egyéb dolgokkal, csak önállóan olyan intézkedést, amit egyébként a törvény megenged, hogy jogos védelmi helyzetet kizárva, csak utasításra, a járőrtár vezetője utasítására hajthat véget, de egyenruhában ugyanúgy megjelenéssel látnak el szolgálat. Tehát akkor gyakorlatilag májusig ugye majd tanulni fognak, mi az, ami utána vár rájuk, és mi az, amit, akkor ketté veszük a kérdést, tehát mi az, ami majd utánuk vár rájuk, tehát hogy a déli határszakaszon hogyan, milyen feltételekkel kell majd teljesíteniük a feladataikat, és mi az, amit cserébe a rendőrség kínál nekik? Hát az iskola eredményes elvégzését követően, mint ahogy jeleztem, elkezdik ezt a szolgálatot, a rendőri szolgálatot, amit én nagyra becsülök nyilván. Ezt a rendőri szolgálatot kijelölt objektumokban kell elképzelni, csak arra mondom, hogy el lehessen képzelni, hogy olyan szolgálati helyek lesznek kijelölve, ahol mondjuk ilyen hetes szolgálatellátási formába elhelyezést nyernek a kollégák, és ezért nem tudom konkrétan megmondani a munkaidőrendszert, mert ez a határhelyzet változásából adódóan változhat, de általában 12-24, tehát 12 óra szolgált 24 szabad, utána megint 12 óra szolgált 48 szabad. Van, amikor 12 óra szolgált 12 óra szabad, és megint 12 óra, mert hogy a helyzet úgy kívánja meg, és akkor utána mennek haza pihenőre. Tehát ezek helyileg kialakítandó dolgok a helyzetről függően. Hol vannak elszállásolva, akik ott dolgoznak? Mondjuk, aki Karcagról most kedvet kap, látja a riportunkat. Igen, erre kialakításra kerülnek olyan bázisok, helyek, amely korrekt lakhatási, akár szállodai szintű lakhatást vagy pihentetést tudnak biztosítani. Van olyan időszak, amikor készelétben vannak, amikor pihennek is, de egyébként ezt is honorálja a rendőrség. És hogy mit is ad a rendőrség, hogy miért érdemes rendőrnek lenni? Hát azon túl, hogy jeleztem, hogy november 1-től, akik már az első körbe jelentkeznek, de egyéb iránt a kérdés volt az is, hogy meddig tart ez. Hát gyakorlatilag addig tart, de ugyan 2018-ig van ez megcélozva, hogy ez a 3000 fő felvételt nyerjen.
és remélem, hogy ez hamarabb megtörténik. Az első két hónapban, amit jeleztem, hogy munkavállalóként lennének a dolgozók fölvéve, vagy alkalmazva, vagy a jelenkezők, itt már 150 ezer forintos bruttó bérrel tudnánk foglalkoztatni őket, még a eredményes vizsgát követően rendőrőrmesterként ott viszont 220.300 forint lenne az alapilletményük. És ugye ez az alapilletmény, amit kiegészíthetünk, vagy kiegészít majd a dolgozó, ha túlórázik, vagy éppen nyelv ismerete van, ez fölmehet akár nettóba is odáig, hogy ez a 220.000 forint. Tehát ez már ezek a plusz dolgokat jelenti. És hogy mit ad a rendőrség még pluszbe ezen alapjárandóságon kívüli juttatások? Hát nálunk is megvan ez a kafetéria. Nagyon fontos, hogy a lakásvásárláshoz ingyen 0%-os hitel hozzájárulás ad a rendőrség. 24 órás biztosítása van egy rendőrnek, tehát bármi olyan helyzet alulna, akkor biztosítva vannak a rendőrök, szemüvegtérítés, albérleti hozzájárulás, ha olyan jellegű dolog van, de kapjuk a ruhapénzt, ami évente egy közel 100.000 forint. Teljesítményjuttatás van évente két alkalommal, ha úgy dolgozik a dolgozó, akkor akár egy plusz bért is megkaphat még. Tehát sok olyan kis apró dolog van, amiért én úgy gondolom, felszerelést megkapjuk, ruházatot megkapjuk. Ha olyan helyzetben dolgozunk, akkor ellátást kap a rendőr végig. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, ami a gondoskodás körébe is tartozik. Diplomás emberek jelentkezhetnek-e? Igen, van is már főiskolát végzett, illetve jogi végzettségű jelentkezőnk is van. Nyilván ők még nem adták be, de elvitték a jelentkezési lapot. Én úgy gondolom, hogy nyitva állunk mindenki előtt, aki úgy érzi, hogy Magyarország biztonságáért tenni akar valamit. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok-sok kívánjuk, hogy sok-sok jelentkező közül tudjanak majd választani, és minél többen jelentkezzenek a megyébe. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. Viszontlátás. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Nagy Ivánon vagyunk, és hamarosan kezdődik egy lakossági fórum. Tóthnyi Lászlóval beszélgettünk, aki az egyik előadója lesz ennek a mai napnak. A migráció lesz a téma, és az október 2-ai népszavazás. Először beszéljünk a migrációról, hiszen azért nagyon sokan tudják már, hogy milyen veszélyekkel jár ez, de beszéljünk erről egy picit konkrétabban. Hát a történelem során népvándorlás többször előfordult. Ennek a népvándorlásnak tulajdonképpen az a jellegzetessége, hogy valószínűleg egy szervezett népmozgásról van szó, ami mögött természetesen vannak spontán társadalmi, gazdasági, sőt még éghajlati folyamatok is. Afrika egy bizonyos részén nincs víz, nincs élelmiszer, és onnan gyakorlatilag elindultak az emberek. Ugyanakkor az, hogy 2015-ben ilyen nagy számban indultak meg Európa felé, az véleményem szerint egy szervezett akció, aminek a célja Európa instabilitásának az előidézése, ami mögött valószínűleg az húzódik meg, hogy az Egyesült Államoknak érdeke egy bizonytalan Európai Unió, miután készülnek aláírni a szabadkereskedelmi egyezményt, jobb egy gyenge, erőtlen, szétesett partnerrel tárgyalni, mint egy erős, egységes tárgyaló delegációval vitatkozni. Mennyire látja hazánk veszélyeztetettségét, hiszen a környező országban már láthattunk konfliktusokat, amit a migránsok okoztak?
minden ország veszélyben van, Magyarország is, mert egész egyszerűen a különböző kultúrák, civilizációk együttélése az gyakorlatilag hosszú távon nem megoldható. Egy kisebbséget, egy többségi társadalom akkor képes integrálni, hogyha a kisebbség létszáma rendkívül alacsony. Ha tízezrek, százezrek, milliók jönnek be egy földrészre, teljesen más kulturális közegből, más nyelvi közegből, más vallási háttérből, azok gyakorlatilag integrálhatatlanok. Ezt láthatjuk Nyugat-Európában, kialakultak a no-go zónák, párhuzamos társadalmak jöttek létre, tehát gyakorlatilag ez a multikulturalizmus, ez már régen megbukott, ez nem működik, és amikor a többségi társadalom és a betelepülők között ilyen óriási felfogás van, felfogásbeli különbség van életről, hitről, a világ dolgairól, erkölcsről, hogy más ne mondjak, mondjuk a nők megítéléséről, akkor természetesen megoldhatatlan konfliktusok tömege keletkezik, épp ezért jobb a migránsokat távol tartani. Természetesen egy külön kérdés a menekültek kérdése, akik valóban az életük miatt menekülnek háborús zónából, de meggyőződésem, hogy a 2015 óta beáramló tömegnek a 10-15%-a, ha valódi menekült. A többiek azok, azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszegő bevándorlók, akik még csak azt se várták meg, hogy a határon valaki szóljon hozzájuk, sőt, természetesnek tartják, hogy nemzetállamok határain ugyanúgy vonulnak, mint a szarvascsordák, ami hát szintén elfogadhatatlan. Bizonyos liberális nézőpontból ez hozzátartozik az emberi szabadságjogokhoz, de azért szeretnék arra utalni, hogy ez egész egyszerűen hazugság, mert például vannak olyan országok, ahol a határsértés esetén felszólítás nélkül lőnek. Másút súlyos éveket mérnek ki a bíróságok határsértésért, tehát ez megint egy hazugság, hogy a határok légiesítettek, és a határokon jönni-menni lehet, igen, az Európai Unió tagjainak, de nem azoknak, akik az Európai Unión kívülről jönnek. Hazánknak nagyon határozott tettei és cselekedetei voltak ebben az elmúlt hónapokban, hogy hogyan védjük meg a határunkat, de október 2-ai népszavazásról is beszéljünk. Miért tartja fontosnak, hogy mindenki elmenjen? Hát itt végül is arról van szó, hogy az ország lakossága kifejezheti azt a véleményét, hogy kíván-e együtt élni muzulmán hitű, kiszámíthatatlan magatartásformákat megvalósító olyan tömeggel, amelyik gyakorlatilag integrálhatatlan. Magyarország esetében egyébként még egy külön probléma is van, a magyar nyelv, amelyikről köztudott, hogy rendkívül nehéz elsajátítani. Na most, ha a Törökországban 20-30 éve élő törökök nem voltak képesek elsajátítani a német nyelvet, akkor miért gondolja bárki, hogy ide Észak-Afrikában vagy Afrika középső részéről betelepülők, azok képesek lennének a magyar nyelv elsajátítására, márpedig enélkül békés egymás mellett élés elképzelhetetlen, hiszen iskolába kell járni, óvodába, bölcsödébe, munkába kell járni, kommunikálni kell, az alapvető feltételek nincsenek meg, és akkor még a vallási és kulturális kérdésekről ne is beszéljünk, a nők egyenjogúsága, hogy a nők nem tárgyak, akiket meg lehet erőszakolni, aztán el lehet dobni, egy férfinek csak egy felesége lehet, nem lehet három, stb. Stb. Tehát, hogy itt teljesen nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy Magyarország és minden európai ország már rájött arra a
békésen, nyugodt körülményeket tudjon teremteni a saját lakosságának, amelyik 1000-2000 éve ott lakik, ennek alapvetően az a feltétele, hogy csak egy meghatározott mennyiségű idegen civilizációból és kultúrából érkező embert szabad beengedni, mert ha ezeknek a száma meghaladja ezt a kritikus mennyiséget, akkor gyakorlatilag kialakul a káosz, a nemzetállamok szociális ellátórendszere nem tudja ellátni a menekülteket, meg kell vonni a kedvezményeket a saját állampolgáraitól, akik azt a jólétet előteremtették, és akkor itt mindjárt olyan súlyos konfliktusoknál vagyunk, amire senki nem tud észszerű magyarázatot adni. Tehát ezért fontos akkor október 2-a mindenki számára? Igen, Magyarország a magyaroké. Dr. Fazekas Sándor főnési miniszter úrral beszélgetünk itt Nagy Ivánon arról, hogy miért is fontos október 2-án mindenkinek elmenni szavazni. Hazánk nagyon sok mindent megtett már a határaink megvédéséért. Miért tartja fontosnak a 2-ai szavazása, elmenjen mindenki? Magyarország újra a kereszténység védőbástyája, és nem először kell a történelemben egyértelműen nyilatkoznunk, állásfoglalnunk arról, hogy Magyarországot magyar országnak akarjuk megtartani a jövőben is. Az Európai Unió betelepítése készül, lopakodva egy népességcserét készít elő, hiszen hosszú távú hatásai egy nagyobb tömegű migráns betelepítésnek ezek lennének. Ezzel szemben a magyar embereknek állást kell foglalni, én ezért arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt a népszavazáson, és szavazzon nemmel a betelepítésre. A kormány tervez-e újabb kerítésépítést? Jelenleg ennek nincs aktualitása, a déli határ védett, bár megerősítés az szerintem is szükséges, de hogyha kell, akkor további védelmi vonalakat kell kiépíteni, hogy ezt a kifejezést használjam. Mennyiben tudják megvédeni azoktól az álláspontoktól az állampolgárokat, amivel befolyásolni akarják most őket különböző ellenzéki pártok, hogy miért nem menjenek el és maradjanak otthon 2-án? Meg kell győzzünk az embereket arról, hogy a népszavazás demokratikus lehetőségével élni az nagyon fontos. Hallassuk a hangunkat, mondjuk el a véleményünket, és szavazzunk egyértelműen. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Látszik az, hogy átalakulóban van az európai közvélemény, és azért az európai életforma mellett elkötelezett hangok egyre erősebbek. Szerintem Európa keresztény, Magyarország keresztény állam, megvannak a törvényeink és a szokásaink, és ezekhez ragaszkodunk, illetve az életmódhoz, életformához, amelynek a keretei között élünk. Nem szabad ezt megbontani se betelepítésre, se más úton. Hát az uniós határok védelme érdekében először uniós pénzből a bolgár-török és bolgár-görög határon épült határzárkerítés, és érdekes módon, amikor nálunk kezdtük építeni azért, hogy megvédjük a magyar embereket, akkor sokan kritizáltak bennünket, utána ők is elkezdtek építeni szányos kapukat, most Kalénál kerítés, de skandináv területeken is, jó néhány más területen is zajlik egy ilyen védekezés, aminek az a lényege, hogy egy ország egyrészt meg tudja szabni azt, hogy kilép át a határain, és azt is, hogy hol. Tehát nem bokron keresztül, a zöld határon keresztül, hanem vannak határátkelőhelyek, ahol ez a forgalom, ez ellenőrzött keretek között zajlik. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy van egy nemzeti szuverenitás is, aminek a része az, hogy egy országnak a területi integritását meg kell védeni. Mikor lesz eredményes október 2-án a népszavazás? 50% plusz egy szavazat kell ahhoz, hogy eredményes legyen. Én abban bízom, hogy sokan elmennek, akikkel én találkoztam itt az elmúlt hetekben, azoknak a legnagyobb része elmegy szavazni, mert érzi mindenki, hogy ez egy rendkívül húsba vágó kérdés. Egyáltalán nem kell az, hogy Magyarországra több százezer bevándorlót telepítsenek, akik utána hozzák majd a rokonaikat, meg a névrokonaikat is, és ellepik az országot, és felborítják azt az életformát, amiben mi élünk. Köszönjük szépen! Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a horgászónál, Kalocsai László, Nagykunhorgász Egyesület vezetőjével beszélgetek. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, először is szeretnék önöknek gratulálni, hiszen Jász Nagykunszolnok megye sportjai díjban részesült az Egyesület augusztus 20-a alkalmából. Nagyon szépen köszönöm az elismerést, a gratulációt, szeretettel köszöntöm a Karcak TV nézőit, és ez úgy gondolom, hogy ez a díj nem csak
személy szerint engem, hanem az egész egyesületet érinti, mert végül is sokan tettek azért, hogy ez az egyesület idáig eljusson. Ugye az idén már 61 éves a Nagykunhorgász Egyesület. Nagyon szeretném megköszönni a város vezetőinek is, hogy támogattak, illetve segítettek abba, hogy az egyesületünk megkapja ezt a szép kitüntetést. Reméljük, hogy még 60 évig fönnáll majd az egyesület. Beszéljünk egy picit a mostani versenyről, hiszen még végeredményt nem tudunk, hiszen az összesítés zajlik, de milyen volt a mai verseny? Hát elég vegyes, mert voltak, akik azért fogtak egy pár pontot, volt, aki keveset fogott, Kárász fogott. Hál' Istennek úgy tudom, hogy talán egy személy volt, aki semmit nem fogott, de mondom, ebbe se vagyok még, ugye, mert nincs végleges eredményhirdetés. Hál' Istennek 5 hölgy is részt vett a versenyen, ők úgy tudom, hogy mindenki fogott legalább 1-2 halat, de majd mondom, ez majd az eredményhirdetés után fog kiderülni. És egyébként milyen volt az eddigi szezon, tehát mit tudunk elmondani, és egyáltalán picit arról is beszélünk, hogy hogyan vészelt át a halálomány ezt a forróságot? Hát azt mondom, hogy elég vegyes, hát ugye ki mennyi jár ki horgászni, tehát a horgász fogás eredmény attól is függ. Még túlságon sok adatot nem tudok, én is elég kevésszer voltam kint ebbe az évbe horgászni. A halálomány, úgymond egy telepítés sajnos az nagyon ráment, mert ott majdnem elpusztult az összes hal, mert gond volt abból a vízből, amiből annak ide vagy ez ki lett fogva, tehát ott volt valami gond a vízzel, bevittük Debrecenbe, a halakat bevizsgáltattuk, de hál' Istennek, akitől vásároltuk a halat, az 5 más a halat pótolt. Tehát azt a mennyiséget, amit előtte megvettük, és úgymond azt mondtuk, hogy elpusztunk, az pótolva lett, tehát ilyen téren nem szenvedett hiányt a egyesület vagy kárt. De azért látjuk, hogy folyamatos a víz utánpótlás, és most is 2 helyen szivattyúznak. Igen, ez muszáj, ugye, mert nagy a párolgás, és sajnos a víznek az összetétele meg olyan, hogy ezt folyamatosan szivattyúzni kell, át kell engedni a tavon a vizet, mert ugye ez már régi problémája az egyesületnek, hogy nincs víz, sajnos azzal tudunk főzni, ami van. Egyelőre ugye már évek óta egyik tóból a másikba szivattyúzzuk a vizet. Épp most voltam a polgármester úrral, körbe jártuk a tavat, és ő is érezte, hogy azért sajnos nem a legjobb szagú ez a víz, ami sajnos ebbe a tóba van. De reméljük, hogy egyszer a tiszta vízet csak ide jut valamilyen formában, hiszen ezt szeretné az egyesület már jó 10 éve. Lesz-e még idén verseny? Lesz, majd ősszel tartjuk még a gyerekversenyünket, a hagyományos, ugye azt minden évben megrendezzük, illetve a házi versenyünket, ami csak azoknak, vagy azoknak a horgászoknak a részvételére számítunk, akik a téglagyári tavon horgásznak. Itt egy vándorsellegér megy már évek óta. Egyébként idén mekkora volt a legnagyobb hal? Tudunk valami adatot esetleg? Nem tudok erről adatot mondani, de úgy hallottam, hogy fogtak 10 kiló feletti a murt, de hogy nem tudok pontos adatot, tehát azért nem is akarok. Hát akkor majd évvégén akkor majd egy összesítést készítünk. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Tisztelt sportársak! Nagyon szépen köszönöm a részvételt a mai horgászversenyen. Szeretném elmondani nektek, hogy augusztus 18-án Szolnokon a megyeháza dísztermébe átvettük a Jász-Nagykun Szolnok megye testnevelés és sportdíját, amit itt megtekinthettek. Ezúton szeretnék az egész egyesület vezetése és tagsága nevébe köszönetet mondani városunk vezetőségének, polgármester úrnak, akik segítettek abba, hogy egyesületünk ehhez a magas tüntetéshez hozzájusson. Még egyszer szeretném megköszönni a város vezetésének az elismerést. Most pedig felkérem Dobos László polgármester urat, majd a díjak átadására, amit a kollégánk fog kihirdetni. Akkor kezdjük először a hölgyekkel, így illik. A hölgyek versenyében a harmadik helyzet Nagy Magdolna lett, 1114 pontra. Köszönöm.
gazdagodjon a felszerelés. Gratulálok. A nők versenyében a második helyezett, szoros verseny után Nagy Lajosné lett 1308 ponttal. Gratulálok! És akkor ebben biztos van valami, ami használható lesz. Biztos van benne van. További sikert találok. Pici hia volt, csak egy nagyon kicsi. Még egy hal is megvan. Szoros versenyben idén a hölgyek között az első helyen Csanádi Lőrincné végzett 1319 ponttal. Gratulálok! Megvédte tavalyi elsőségét! Ami a legnehezebb címből, gratulálok! Nagyon szépen, köszönöm! Megnyerni se könnyű, de megvédeni nem tudjuk. Köszönöm szépen! Ezt pedig eredményesen tessék használni. Görbélyön sokszor! Köszönöm! Gratulálok! Köszönöm! Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm! Gratulálunk! A férfiak versenyében a harmadik helyezett 4858 ponttal Bakó István sportás lett. Győzelem lesz, ha nem szakít, akkor Én még gratulálok, a puszi az elmarad. Az ezüstérmes 5024 ponttal Tyukori Balázs lett. Gratulálok! Idén a férfiak mezőnyébe az első helyezett 5605 ponttal Krupinski Imre sportársunk lett. És legvégén a karcagi isú horgász bolt felajánlásából szeretném átadni a mai nap folyamán a legnagyobb halat fogott kollégánknak a külön díjat, amit a bolt ajánlott fel. Ő nem más, mint Szabó Miklós sportásunk, 3100 ponttal. Szép nő, ezért érem, nem jár. Szabó Miklós bátya! Gratulálok! Ügyes voltál? Megérte nevezni. Ügyes voltál? Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, akivel esetleg még nem találkoztam itt a parton, és gratulálok, hogy elfogadták, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívást erre a idei versenyre is. És én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek önök között. És csak megismételni tudom elnök úrnak a szavait, hogy miután egy nagyon-nagyon komoly egyesületről van szó, egyre gyarapodó létszámmal, évek óta figyelem, legalább ilyen eseményekkor, vagy hogy alakul az egyesületnek az élete, dolga. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon szépen fejlődik, és egy kis összetartó csapatról van szó. Ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen célszerű lenne felterjeszteni az egyesületet egy megyei díjra, és ott csok nélkül át is mehet az a javaslat, úgyhogy én nagyon-nagyon szívből gratulálok mindenkinek, aki bármilyen formában a munkáját beletette ebbe a hosszú évekre visszanyúló fejlődésbe. Nyilvánvalóan ez egy olyan sport, ami egy kellemes időtöltés is egyben. Jókat kellett napozni, jó levegőn vannak, akik ezt a sportágat űzik. Jó barátságokra lehet szert tenni, ezer előnye van. Ez nyilvánvaló mindannyiunk számára. Öröm itt lenni önök között, és gondolom, hogy önök is
olyan tapasztalatokat szereznek, nem csak ilyenkor, hanem más alkalmakról is, hogy érdemes ezt a nagyon szép sportágat folytatni, és egy ilyen kis csapatban tevékenykedni. Én itt önök előtt is szeretném megköszönni a vezetőségnek a munkáját, hiszen őnek itt meg kiemelt felelősségük és feladatuk van, hogy ez minden évben fokról fokra javuljon, és ha valaki érdemes és tapasztalom Talocsai László elnök úrnak a nyomulását jó értelembe véve, hogy mindig ez erről szól, lobbizni kell, menni kell utána, hogy mindig fejlődjön valamit ez az egyesület, meg a lehetőséget és a környezet, ami, ahogy van erőnk, úgy segítünk természetesen. És köszönetem jelölül, szeretném átadni, illetve szeretném neki átadni, nem egy virágcsokrot, hanem egy üvegbort, mert férfi embernek mégiscsak az dukál, megköszönve a munkáját, és ezzel elismerve az önök munkáját is természetesen, tehát ezt úgy tesületlenül mindenkinek adom természetesen. És állandó segítőjének is Magdikának is szeretnék egy csoport virágot. Hölgyeim és uraim, további kellemes ünnepést kívánok, szép napot kívánok önöknek, és tessenek kihasználni még a vasárnap hátra lévő rövid óráit pihenéssel, szórakozással, kikapcsolódással. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehettem. Sok sikert kívánok mindenkinek a továbbiakban is. Görbüljön a bot! Köszönjük. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma segített ezt a horgászversenyt lebonyolítani. Szeretném Bernázolinak megköszönni, hogy megfőzte a birkát, amit is szerintem közmegelégedésre. Mindenkinek nagyon jó volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőnket, Gyökeres Sándorral, a Szent Annai Középiskolai Iskolai igazgatójával beszélgetünk. Becsengettek önöknél is, hogyan indult a tanév? Jó napot kívánok, köszöntöm a televízió nézőit. Hát az én, ebben a tanév is nagyon sok változással indult. A jogszabályi környezet, iskolánk neve is megváltozott, és hát szerencsésen indult, én úgy gondolom mindezekkel együtt, hiszen nagyon jól sikerült beiskoládás után. Iskolánk egy kicsit emelt és tanulói létszámmal kezdheti meg a 2016-17-es tanévet. Hány csoportban és milyen szakágakat oktatnak? Összesen négy osztályt indítottunk be, kettő szakgimnáziumi és kettő gimnáziumi osztályt. A 9. évfolyamon, tehát a négy osztályban 149 tanulónk van, ami hát igényli a fenntartói létszám emelést, hiszen 36-41 fős létszámtartományban vannak a osztályok. Összes tanuló létszámunk az 499 fő, összesen 19 osztályban. Jelenleg két technikus osztályunk működik, akik már érettségi utáni képzésben vesznek részt, és ezen kívül összesen 5 szakmacsoport működik még, amiből 2 kifutóban van, tehát az informatika szakmacsoportos tanulóink még a régi kerettanterv szerint, illetve a mezőgazdaság szakmacsoportban tanulók még, a ágazatban tanulók még a régi tanterv szerint mennek. A 9. évfolyamokon pedig szakgimnáziumi képzésben mezőgazdasági gépész, agrárgépész tanulóink vannak egy osztály, és egy osztályban van környezetvédelmi technikus, illetve élelmiszeripari technikus tanulónk. Van egy belügyi rendészeti fakultációs gimnázium osztályunk is, egy emelt idegennyelvi hát képzést kapó gimnázium osztály. Nem is olyan egyszerű ezt így hirtelen összeszedni. Felnőtt képzés indult ebben a tanévben? Felnőtt képzés iskola rendszerben nem. Jelen pillanatban engedélyünk van most már egy új képzésre. Ennek a ilyen digitális szakadék csökkentése című pályázat keretében ezt szervezzük. Tehát ennek az indítása folyamatban van. Az elmúlt években az iskolában sok minden megújult, megszépült. Most nyáron volt esetleg valami felújítás? Hát a nyáron a
szokásos épületkarbantartások, tanterem karbantartási munkákon kívül, a szokásos betakarítási munkákon kívül az új élelmiszeripari üzemünk kezdte meg a termelését, elsősorban gyümölcsföldolgozás keretében lekvár, gyümölcslékészítés, illetve tésztakészítési munkákat végeztek. Eden kívül a parkot újítottuk föl, ami egy új díszkőnek, a még tavaly beszerzett díszkőnek a lerakását jelenti, illetve ott föltöltöttük meg, szépítjük azt a környezetet, pótoljuk az öreg fákat. Azt gondolom, ebben a szép hatalmas parkban azért mindig van mit csinálni. Mennyire népszerű a lakosság részéről az élelmiszeripari üzemeknek a felkeresése, tehát mennyire ismerik önöket már a városban? Én úgy gondolom, hogy a népszerűség, vagy inkább az ismertsége az növekszik. Egyre több helyen találkozhatnak a termékeinkkel. A gyümölcsleveink nagyon népszerűek, hiszen 100%-os tartósítószermentes gyümölcslevet kínálunk, amiben tehát szerintem árban is jó, és a minősége pedig garantáltan jó. És a lekvár is, hát most úgy érzem, hogy elnyerte a lakosság tetszését, mert egyre több fogy belőle. Akkor azt gondolom, ez biztató a jövőre nézve. Mi lesz a legelső nagyobb rendezvényük, hiszen elkezdődött az iskola, megvan a tanévnek a rendje. Mi lesz az első nagyobb rendezvény? Hát az első nagyobb rendezvényünk az a Szent Annai Napok lesz, amely az 1899-es októberi iskola kezdésre emlékszik, és rajta keresztül természetesen azokra a hát iskola alapítói munkákra, amiket akkor el kellett végezni. Ez október közepén valósul meg, csütörtök pénteki napon. És hát utána gondolom, hogy az elsősöknek is biztos lesz, hiszen minden évben szokott lenni a kollégiumban lévőknek is különböző rendezvények, aztán utána a szalagavató, és aztán gyorsan telnek itt a hónapoknál, azt gondolom, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja a tanulást. Így van, a szokásos iskolai rendezvények, az ismerkedési est, a Mikulás est, a kollégiumi karácsony, de nagyon sok iskolai rendezvényünk van, de kell is, hiszen kollégiumunkban 150 tanuló van, és nekik szükségük van a szabadidős elfoglaltságokra, programokra. Tök, én azt kívánom, hogy legyen sikeres és eredményes az idei tanév. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, a Városi Sportcsarnokban vagyunk a szokásos asztali teniszversenyen. Csolnai Csabával beszélgettünk, itt mögöttünk gyerekek játszanak, és lassan véget ér a verseny, de mi volt ez a Szent István Kupa? Úgy tudom, hogy most jubilomot is ünnepelnek. 25. alkalommal rendezzük meg a Szent István Kupa nemzetközi versenyt. Hát egy kicsit nagyobb létszámra számítottunk, hiszen ennél jobb szokott lenni a részvétel, de végül is nagyon színvonalas küzdelmek vannak. Jöttek Romániából, Szerbiából vendégek, tehát igazán nemzetközi alakult ez a verseny. Valójában ez Szolnok megyei verseny. Kényszerből hoztuk a megyei szövetséggel Karcagra, hiszen itt tudunk olyan termet, biztosítanak olyan termet, ahol egy ilyen színvonalas versenyt lebonyolíthatunk. Szombaton kik versenyeztek, hiszen most diákokat látunk, de tegnap úgy tudom felnőttek is voltak. Tegnap volt az ifjúsági korcsoport és a felnőttek, ma pedig az újoncok és a serdülők versenyeznek, az újoncok két korcsoportban, születési évek szerint. Hát összesen a hétvégén 160 nevezés érkezett ezen a versenyen, és hát elmondhatom, hogy a tegnapi napon például az ifjúságiak között olyanok is szerepeltek, a KS-i versenyző, akik egyébként NB1-es játékosok már is. Akkor biztos izgalmas volt, de beszéljünk egy picit a hazaiakról. Mit kell tudni a karcagiak szerepléséről? A felnőtt versenyben nagyon szépen szerepeltek a karcagiak, hiszen férfi egyéniben helyezettek lettek, dobogósak. A Kovács D.S. versenyzői férfi párosban pedig megnyerték a versenyt, így aranyérmesek lettek és elhódították a kupát is természetesen. Akkor nevisítsük is, hogy kik a nyertesek, hiszen megérdemlik, hogy megemlítsük őket. A helyezettek lettek Szepesi Bence és Imrei Ferenc, és párosban is ők azok, akik győztesek voltak, tehát nagyon szép eredményt értünk el.
akkor azt gondolom, hogy már ez egy szép siker, és reméljük, hogy lesz még sok hasonló. Viszont a nagykonsági kulturális napoknak a nyitó rendezvénye ez a mostani, de záró rendezvényeként egy másik versenyt is rendeznek, arról is beszéljünk. Ez pedig a már hagyományos alkotmánykupa versenyünk, amit 6. alkalommal rendezünk meg rendszerességgel. Itt elsősorban itt az amatőr versenyzők részére is biztosítunk lehetőséget. Minden korosztályban több kategória lesz, tehát lesz amatőr, a gyerekeknél is, felnőtteknél is lesznek megyei első osztályú szintű versenyzők, és természetesen lesznek a nemzeti bajnokságban szereplő MB2, MB3 és MB1-es versenyzők is. A karcagiakra egy picit megint beszéljünk, hiszen azért nyár van, mindenki biztos, hogy nyaralni van, de azért a hazai csapat hogy tudott felkészülni? Az előbb már hallottuk, hogy igazán szépen helytáltak, de a jövő heti versenyre hogy állnak? Hát mi nem hagytuk abba az edzéseket, hiszen a sportcsarnokban helyet kaptunk a nyári időszakra, és heti 2 edzés van rendszeresen, hétfőn és csütörtökön. Így tulajdonképpen folyamatos volt a lehetőség, és én azt gondolom, hogy ez a mai versenyen is meglátszik, hogy folyamatosan készültek úgy a gyerekek, mint a felnőttek is. Az előbb itt említette a Szepesi Bencét, én úgy tudom, hogy ő most igazolt ide önökhöz. Hát a csapat, az MB3-as csapatunk 2 nagyon erős versenyzővel erősödött, hiszen Szepesi Bence a JASZ Kongolántól hazaigazolt, karcagra mondhatom így, hiszen ő saját nevelésű játékos, és van egy Skumát István nevű kiváló játékosunk, aki a németországi munkája után végleg hazatért, és ő újból rendelkezésére áll a csapatnak, így igazán vérmes reményekkel indulunk az MB3-ban, és jövő ilyenkor már MB2-esek szeretnénk lenni. Így legyen, akkor erre még visszatérünk, és akkor jó versenyzést kívánunk addig is. Köszönöm szépen, és hát bízom benne, hogy akik megnézték ezt a mai versenyt, és majd megnézik a jövő hétvégét is, ők egy nagy élménnyel mennek haza gazdagabban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőket a Kiskulcsosi Tagintézmény tornatermében, Szepesi Tiborral, a közvet képviselővel és a KSH elnökével beszélgetünk arról, hogy megvalósult az, amiről néhány héttel ezelőtt beszéltünk. Itt a gyerekek már fel is avatták a pályát. Bízott ebben, hogy ez kész lesz időben? Bízni folyamatosan bíztunk benne, és hittünk abban, hogy megvalósulhat az az elképzelés, amelyet a tavalyi bál előtt elhatározott a szervezőbizottság, hiszen a valóban egykor leromlott állapotú tornaterem padozata, padlója valóban megújulásra szorult. Akkor az volt a fő cél, hogy a bár bevételéből lehetőség szerint kiegészítve akár önkormányzati támogatással, akár egyéb forrással megújulhasson ez a padló. Nem telt el egy év, és itt állunk valóban egy teljesen új, megújult padlón. A gyerekek már felavatták, elkezdődtek azok a mérkőzések, amelyek remélem, hogy majd hosszú távon is meghatározzák egyrészt az iskola életét, másrészt pedig a burkolatnak a használatát, hiszen nem titok, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem megújítási pályázatán sikerült pályázati összeget nyerni arra, és ezt kiegészíteni a bál bevételével, önkormányzati támogatással, tehát erre sikerült pályázatot nyernünk, hogy ezt megújíthassuk. És ezen keresztül a Karcagi Sportegyesület kézilabda utánpótlás nevelését sikerüljön támogatni, fejleszteni. Ez a fejlesztés majd, ahogy itt mellettem, mögöttem is látszik, elsősorban a Szivacs kézilabda sportágon keresztül fog megvalósulni. Itt lányok, fiúk, mindenki közösen játszott, és mindenki nagyon izgult, de azt gondolom, hogy ez az új sportág akkor meg fog honosodni, és lehet, hogy a későbbiekben más intézményben is elkezdik ennek az oktatását, hiszen úgy tudom, hogy az iskolában ez már tanulói keretek között megy. Így van, lehetőség van a testnevelőnek ezt választani, választott sportágként a Szivacs kézlabda oktatást a alsó tagozatban. Valóban az volt a célunk az Egyesületben, amikor a társasági adó támogatásokat is elkezdtük felhasználni, hogy egészen a kicsi korban kezdjük az utánpótlás nevelést. A kézilabdában ez a Szivacs kézilabda, és hát nyilván ehhez szükséges azoknak a tornatermeknek a bevonása, amely méretüknél fogva lehetőséget teremtenek erre a sportágra.
mert hogy tudjuk nagyon jól, a sportcsarnokunk elég feszített, beosztású, a kihasználtsága gyakorlatilag 100%-os. Így azt gondolom, hogy mindenképp keresnünk kellett azokat a lehetőségeket, amelyek a tornatermek megújítását célozzák. Ennek az első és talán legfontosabb lépése itt a kiskulcsosi tornaterem, és az itt élő gyermekek bevonása a Szivacs kézilabdában. Azt hiszem, hogy ez a gyerekek örömmel, mosolyánál, és tényleg ez a felhőtlen, boldog játék, hiszen végignéztük itt a meccseket. Ez mindig igazolja azt, amit elmondott, hogy érdemes volt ebbe belevágni. Igen, ez az a korosztály, ahol érdemes elkezdeni nem csak a Szivacs kézilabdát, hanem úgy általában a különböző labdás sportágok oktatását, és hát valóban fiúk, lányok közösen ebben a korban, ebben a pályaméretben, ezzel a labdával, ugye, ami valóban Szivacsból készül, nem elsősorban az eredmények elérése és a helyezések eldöntése a legfontosabb, hanem az, hogy valóban együtt, egymásért boldogan játszanak, ahogy a mai napon is, hiszen itt ez az egész nap róluk szól gyakorlatilag, itt mindenki aranyérmes lesz. De akkor még sok hasonló ilyen meccset kívánunk itt az iskolában is és a városban is. Köszönjük szépen! Marcsán Donival, a szülői munka közösség elnökével beszélgettünk. Amikor itt, hát jó bő fél évvel ezelőtt volt az a bizonyos bál, gondolta volna, hogy megvalósul ez a beruházás? Hát őszinte legyek, a legmerészebb álmainkba se gondoltuk, hogy most ezt szeptemberben ugyanúgy át fogjuk adni, mint már előtte a játszórendszert vagy a kerékpártárolót. Azért hozzá kell tennem, hogy óriási segítségeket kaptunk. Szepesi Tibor segítségével egy projektben benne voltunk, és azáltal jöhetett ez létre igazán. Persze természetesen a bálnak a bevétele is benne van ebben a felújításban, de azért azt gondolom, hogy segítségek nélkül, amit kaptunk, ez nem jöhetett volna létre. Önt ismerve már újabb cél is van, jól gondolom? Igen. Szeptember 19-én lesz a gyűlésünk, a szülői munkaközösségi gyűlés, és ott azért már kész tervekkel fogunk indulni. Nekem azért már vannak ötleteim, és hát persze majd a szülők segítenek, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbbet. Igen, azt gondolom, hogy azért a szülőket is külön meg kell dicsérnünk, hiszen ez a bál is nagyban segített, amit ön elmondott, meg itt azért a munkában is, hogyha kell, akkor jönnek és segítenek. Igen, tehát ez nem egyedüli munka, ez egy kis csapatnak, egy kis teamnek a munkája. Rengeteg szülő segít. Hozzá kell tennem, hogy a gyerekek is nagyon sokat segítenek, hiszen itt nekünk, mint ahogy tavaly a báli interjúban elmondtam, itt minden saját kezünkkel készítünk, tehát nem veszünk dolgokat. Nélkülük ez nem menne. Tehát sok éve, lassan 25 éve csináljuk, és mindig szülői segítséggel. Tehát egy nagy kis csapat, nagy család vagyunk mi, tehát így dolgozunk. Akkor majd, hogyha nyilvános lesz, hogy mire gyűjtenek, akkor majd visszatérünk rá. Addig is akkor jó ötletelést és sok-sok pénzt kívánunk akkor a tervekhez. Köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnemes miniszter úr is örömmel adta át ezt a megszépült tornacsarnokot, és elhangzott, hogy amikor megépült a csarnok, akkor még polgármesterként ön avatta föl. Ez egy kettős dolog most az ön számára. Örülök annak, hogy a kiskulcsosi iskola fejlődik, a városrész fejlődik, és ebben nagyon nagy része van az itt élőknek, Szepesi Tibor képviselő úrnak, aki megtalálták ezt a pályázati lehetőséget, és a segítőknek, hiszen Labonc János vállalkozó, a szülői munkaközösség, önzetlen támogatók, jótékonysági bál résztvevők is hozzájárultak ahhoz, hogy most ez a beruházás megvalósulhatott, hiszen megújult a tornaterem, egy korszerű sportpadló áll rendelkezésre, amely a Magyar Kézilabda Szövetség és a Városi Önkormányzat segítségével épült meg, ez egy 8 millió forintos fejlesztés. És így a legkorszerűbb feltételek mellett lehet kézilabdázni, ez egy sikeres magyar sportág, és az utánpótlás az nagyon fontos, hogy még inkább eredményes legyen, akár az olimpiai részvételig is eljussunk az elkövetkező időben, és ahhoz ilyen és hasonló műhelyek kellenek, edzési lehetőség, sportolási lehetőség. Úgyhogy én gratulálok ehhez, és hát örömmel látom azt, hogy 26 év után megint van egy jelentős fejlesztés, hozzátéve azt, hogy azért közben az intézmény szépen gyarapodott itt a tetőtér beépítése, sportpálya kialakítása, a kerékpártárolóra elég gondolni, több felújítás is volt, teniszpálya épült, de itt azért Kiskulcsoson mindig van valamilyen fejlődés. Ebbe a sorba illeszkedik a mostani tornaterem felújítás is. És hát, mint elhangzott, azért lesz folytatás is, úgyhogy azt gondolom, még sok alkalommal fogunk itt találkozni a szülői kezdeményezésnek és a város összefogásának köszönhetően.
Ez egy jó dolog, hogy mindig van elképzelés, mindig van ötlet. Örömmel közreműködök a megvalósításukban. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk arról, hogy vannak még csodák Kiskulcsoson, hiszen a beszédében is erről beszélt, hogy itt mindig történnek jó dolgok, mai nap is ilyen. Hála jó Istennek, valóban, ahogy említettem, jó ide jönni, hiszen mindig szépül, fejlődik, megújul ez az intézmény. Gyakorlatilag az elmúlt év kezdetén is voltunk itt egy átadó ünnepségen, és az idén is a tanévkezdést követően pár nappal már egy gyönyörű, szép új burkolatot adhattunk át a sportolni vágyók számára. De akkor ez azt is jelenti, hogy a kézilabda is eddig is jól áll ezzel a városban, de még jobb lehetőségeket kapott. Mindenképpen célszerű fejleszteni ezen a területen, hiszen az egész országban a kézilabda egyre népszerűbb sportág, és hát karcag sem maradhat ki abból a fejlődési rendszerből, ami az országban jellemző. Ismerjük a klubcsapatainkat, van jó néhány, amely a legjobbak között is meg tudja állni a helyét, hát a Final Four-ba rendszeresen bekerülnek a Veszprémiek, esetenként a Pik Szeged is ott tud lenni a legjobbak között, és a női vonalon úgy szintén az FTC és a Győri Audi Eto hasonlóképpen szép sportélményekkel szolgál a szurkolók számára. Így a statisztikák is azt mutatják, hogy egyre többen választják ezt a sportágat, és hát ennek érdekében itt is lehetőséget kell biztosítani a gyermekek számára, hiszen egészen fiatalkorban el kell kezdeni ahhoz, hogy a tehetség az megmutassa magát. Ez is egy segítség ahhoz, hogy ez a sportág, ez a nagyon szép és egyre több nézőt vonzó sportág a városban is elinduljon a fejlődés útján. És hát nem tudjuk, akik ma itt voltak gyerekek, hogy esetleg 10 év múlva nem válogatott tagok lesznek-e, hiszen innen indultak, mint szivacs kézilabdások, és még bárhova juthatnak. Hát adja Isten, itt a Karcagon azért már többen eljutottak egészen magas szintre ebben a sportágban. Nyilvánvalóan, hogyha a körülmények javulnak, akkor még könnyebb ezt az utat bejárni. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kedves nézőink, a Nagykun Horgász Egyesület augusztus 18-án a Megyeházán megyei kitüntetést vehetett át. A témával kapcsolatban Háttér című magazinműsorunk mai vendége Kalocsai László, a Nagykun Horgász Egyesület elnöke. Tartsanak velünk! Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kalocsai László, a Nagykun Horgász Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, én is szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit. Azért hívtuk meg Laci bácsit egy stúdióbeszélgetésre, mert augusztus 18-án a Megyeházán járt a Nagykun Horgász Egyesület képviselete, ugyanis egy rangos megyei elismerésben részesültek, egészen pontosan testnevelési és sportmegyei díjat vehettek át. Ezúton is szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Meséljen nekünk egy picit a körülményekről. Értesültek-e arról előre, hogy fognak egy ilyen díjat kapni? Volt-e, aki esetleg súgott, hogy fölterjesztették önöket erre a díjra? Egyáltalán hogyan értesültek róla? Tehát végül is az Egyesület kapott egy levelet a megyei közgyűléstől, illetve a... Tehát a megyei önkormányzattól. Megyei önkormányzattól, igen, hogy augusztus 18-án a legmagasabb megyei sportkitüntetést kapta az Egyesület. Gondolom. Tehát előtte nem hallottak róla információkat, hogy esetleg elképzelhető, hogy kapják. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem rebesgették már tavaly éve, és hogy elképzelhető, hogy ebbe az évbe megkapja a Horgász Egyesület egy rangos kitüntetést. Ugye ez a több évtizedes munkáért, és akik ebben részt vettek, azoknak köszönet érte. Hogyan zajlott ez a díjátadó? Meséljen nekünk magáról az eseményről. Tehát ott voltunk a megyeházán volt, nagyon szépen meg van csinálva a megyeháza, tényleg én nagyon régen voltam benne, nagyon szépen meg van csinálva. Nagyon sokan voltunk ezen a díjátadón, és ugye ott felsorolták, hogy mely kategóriába kik kaptak megyei díjakat.
Karcagról, jól emlékszem, öten kaptunk ugye megyei díjat. Nem tudom, felsoroljam esetleg? Vagy... Hát, hogyha gondolja, de... Tehát kapott Katika néni. Sántáné Katika néni. Aztán kapott a Toyota Service, aztán kapott a fátyolüveg, aztán kapott a fúvózenek, arra jól emlékszem. A Honvédbanda. Honvédbanda, igen, és kapott a Nagy Honhorgász Egyesület. Meséljen nekünk arról, hogy mit éreztek, amikor átvették a díjat, vagy egyáltalán például az ön számára, vagy az egyesület számára, gondolom azóta már találkozott a tagokkal. Mit mondtak, gratuláltak, mit jelent ez a díj? Tehát gratuláltak a tagok is, sőt a városból sokan, akik ismertek, vagy ismernek, azok is gratuláltak. Mikor volt a városi horgászverseny, ezt a díjat ugye akkor kivittük a horgásztóhoz, és akkor ott meg lehetett nézni, illetve az egyesületnek az irodájába bármikor meg lehet nézni, mert ki van téve. Ugye augusztus 20-án, 21-én volt a horgászverseny, ott mi történt, ha jól tudom, akkor polgármester úr is kilátogatott erre. Igen, az polgármester úr is kilátogatott, illetve Molnár Pali is kilátogatott erre az eseményre, és polgármester úr adta át a díjakat, jól érezték magukat a horgászok, talán majdnem mindenki fogott halat, ki többet, ki kevesebbet, de nagyon jól érezték magukat a horgászok, szép időt is fogtunk ki, úgyhogy meg voltak elégedve az ebéddel is, úgymond. Ha jól tudom, akkor már úgymond folyik az utánpótlás képzés, hiszen fut egy ilyen PESZA-suli program Karcagon néhány oktatási intézményben. Mi ez a program, hol működik, hogyan működik, egyáltalán mi volt ennek az előzménye, hogyan szervezték ezt itt meg Karcagon? Ezt nem mi szerveztük tulajdonképpen, hanem a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Csinálja ezt a PESZA-suli programot a megyébe. Karcagról az Arany János általános iskola, illetve a Györfi István általános iskolából vannak benne fiatal gyerekek ebbe a PESZA-suli programba. Van nekik oktatás, jól tudom, én nem voltam, tehát egy ilyen nem se vettem részt. Úgy tudom, hogy van nekik szóbeli, aztán filmvetítés, és gondolom, hogy nagyon szeretik. És hál' Istennek észre lehetett venni az idei gyermektag létszámon, mivel tavaly 61 vagy 62 gyereknek volt horgászengedélye, ebben az évben már több mint 100-nak volt horgászengedélye. És szeretnénk, hogyha lehetőség van, ha talán, hogy a többi iskola is átvegye ezt a PESZA-suli programot, tulajdonképpen ez a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Ez minden biztosít a számukra. Tehát horgászbotot, horgászengedélyt, nekik úgymond egy fillérükbe nem kerül ez a program. És hova járnak PESZA-ezni a gyerekek? Meg gondolom, hogy akkor az elméleti oktatáson túl. Igen, a kettes csatornába kaptak területengedélyt, és oda járnak a gyerekek horgászni, voltak már többször is, fogtak is, úgyhogy nagy élmény volt számukra. A Nagykunhorgász Egyesületnek hol van úgymond helye, hol tudnak horgászni, vagy mi tartozik önökhöz? Már, tehát csak a téglagyárító van az egyesület gondozásában? Gondozásában csak a téglagyárító van. De ugye a környék az tele van vízzel, csatornákkal, úgyhogy nagyon sok helyen lehet horgászni. Tegnap volt éppen a Hortobágy-Berettyóba telepítés, a Debreceni Bocskai Horgász vagy Szövetség hozott bele 7 mázsapontyot, úgyhogy kint voltunk mi is, szép pontyokat raktak bele, és még ősszel lesz a többi csatornába is telepítés. Beszéljünk most egy picit a téglagyári tóról, a téglagyári horgásztóról. Ugye azért szeptember van, lassan eltelik ez az év is, rendeztek már horgászversenyt is. Hogyan látja, milyen állapotban van a tó? Fel tudták-e kellően készíteni az augusztus 21-i versenyre például? Hát, tehát mit történtek ebben az évben? Tehát ugye többször volt már telepítés ebbe az évben, idáig hoztunk már bele több mint 30 mázsapontyot, és még lesz ősszel is egy telepítés. A jövő héten lesz a horgászversenyünk, a hagyományos gyermekverseny, a szombaton 24-én, illetve 25-én pedig a házi verseny, azok vehetnek részt, akik a téglagyári tóra járnak horgászni, az tulajdonképpen egy vándorsellegért zajlik az a
horgászverseny. A gyerekversenyen kik vehetnek részt? Gyerekversenyen. Azon kívül, hogy gyerekek, tehát gyermek kell engedni. Gyermek és ifjúsági gyerekek vehetnek részt, majd 500 forint lesz a nevezés, ugye ez már évek óta annyi, de ezt a gyerekek részére visszavásároljuk mindig tulajdonképpen. Egy kis étel, egy kis ital. Tehát akkor ott nem csak engedélye rendelkező gyerekek vehetnek részt, igen, hanem bárki ki mehet erre a versenyre, gyerekek, bárki megméretheti gyerekek, magát. Gyerekek, igen. Na most akkor egy picit elodáztuk a kérdésemet. Mi történt ebben az évben a téglagyári horgásztók körül, azon kívül, hogy telepítettek? Ha jól tudom, akkor társadalmi munkát is szoktak végezni. Így van, szoktunk társadalmi munkát is végezni. Egy évben most tulajdonképpen 15 óra úgymond kötelező társadalmi munka van, aminek a tónak a környéki, aminek a rendbetartása kell, hogy legyen. Hogyan értékeli a 21-i versenyt, az hogy sikerült? Azon kívül, hogy jó hangulat volt, majdnem mindenki fogott valamit. Mi volt például a legnagyobb fogás, vagy például, vagy hölgy fogott előbb halat, mint a azt nem férfi tudom, hogy horgászok közül? Ugye, mert én mással voltam elfoglalva, 5 női horgász is volt, hál' Istennek, és most akkor sikerült minden díjat kiosztani. Tulajdonképpen ugyanaz nyerte a versenyt, aki tavaly is nyerte, Csanádi né nyerte meg a hölgyek közül szintén az idén is a versenyt, tavaly is ő nyerte meg a versenyt, de most hál' Istennek mindenki fogott halat, míg tavaly ugye nem tudtuk az összes díjat kifogni, mert ha nem fog senki, annak nem lehet díjat adni, most az idén azért fogott mindenki ki többet, mondom ki kevesebbet. Mit mondanak a nők, hogy ők miért szeretnek pecázni? Számomra ez annyira ilyen férfias sport. Sport egyáltalán a horgászat? Van sporthorgászat is. A sporthorgászat az főleg az, aki megfogja a halat és visszaengedi. Tehát azokat hívják inkább sporthorgásznak. Nagyon jó kikapcsolódás. Nem agyal az ember esetleg a napi problémákon, hanem arra koncentrál, hogy na, lesz-e kapás, hogy fogok-e halat, vagy nem fogok halat. Vannak-e ilyen szabályok, hogy ugye hallottam már olyat, én nem szeretem a horgászatot, vagy nem az, hogy nem szeretem a horgászatot, de papa nem tudom, én horgászott. Nem szeretem az ilyen élő vizeket, ahol ilyen békákkal lehet találkozni, tehát ez számomra olyan távolságtartó, de vannak-e például szabványok, hogy tudom én, 2 kiló alatti halat nem lehet hazavinni, vagy vissza kell dobni? Persze, vannak méretkorlátozások, tehát országos méretkorlátozások, vannak úgymond őshonos, és vannak idegen honos halak. Most az idegen honos halakból mindegy, hogy mekkorát fog az embert, azt nem szabad visszaengedni. Mert tájidegenek tulajdonképpen. És itt a őshonos halakból, ott is azért többfele van méretkorlátozás, tehát csak mondok egy példát, nálunk a tavon például 6 kiló feletti pontyot, azt vissza kell engedni, azt nem szabad hazavinni. És miért? Azért, hogy a szaporulat esetleg biztosítva legyen. Így is mondjuk, hál' Istennek, nagyon sok apró ponty van a téglagyárítóban, tehát nagyon jó a szaporulat. De itt a környékbeli vizeken is, például a villogónak az egyik szakaszán a ponty mérete 35 cm, mert más a vízkezelője, az a Békés megyei szövetséghez tartozik. A másik részén, amelyik a Szolnok megye, ott meg csak 30 centi. Tehát ami országos szabály, azt szigorítani lehet, de enyhíteni nem. Mi volt a legnagyobb hal, amit itt kifogtak és vissza kellett engedni? Tehát szoktak-e így például, amikor horgásznak, akkor ugye tudjuk, hogy Laci bácsi azért úgy mindig nagyon aktív, jön, megy, intézkedik, gondolom a tóra is azért úgy sűrűn kimegy, hogy szólnak-e, hogy Laci bácsi, akkora halat fogtunk, 8 kiló, az 10 kiló. Idén azt hiszem két ilyen nagyobb halról hallottam, ami 6 kiló feletti ponty volt, tehát amit visszaengedtek, de hallottam, az idén fogtak már 6 kilós harcsát is benne, másfél kilós kárászt. Hát az időjárása sajnos ugye nem mindig kedvez, mert ez a borzasztó meleg, ez se igazán jó. Ezt akartam pont kérdezni, hogy hogyan befolyásolja az időjárás. Annyi a természetes élőlény a vízből, hogy a halak sokszor azzal jól laknak, és akkor ugye már nincs kedvük felvenni a csalit. De ugye ezt már több éve, vagy már azt mondom, évtizede mondom, hogy a megoldás, és ezt éppen polgármester úr is, mikor kim volt, érezte, hogy itt egy friss víz kellene, egy folyóvíz, ami az utánpótlás, illetve tavon átfolyna, az nagyon nagy segítség lenne. Mi lehet erre a megoldás? Hát nem tudom, pályázat, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, tehát innen valami csatornavizet ugye
lehetne az NK-ból, az évek óta, ugye már többször is elmondtam a tévében, és tehát itt az egyedüli megoldás az, hogy valami folyóvizet ide vezessünk, mert sajnos ebbe az iszonyatos melegbe hirtelen van egy légnyomás változás, borzasztó büdös odakint, tehát lehet érezni is az út mellett, de épp mondom, a polgármester is mondta, hogy tényleg ezt most lehetett érezni, mikor ugye átemeljük egyik tóból a másikba a vizet. Vannak egyébként pályázati lehetőségek, vagy az Egyesület szokott pályázni? Az Egyesület, hogyha van olyan pályázat, van, Andrási Pista van ezzel a fürdőigazgató, ő van megbízva, illetve ő kértük meg, illetve az önkormányzatnál is voltam, mert tavaly, jól emlékszem, vagy tavaly előtt önkormányzatoknak is volt ilyen lehetőség pályázni, például iszaptalanításra. Mert az is ugye nagyon sokat jelentene, hát tulajdonképpen ez is egy 50-55 éves tó. Hát én már gyerekkoromban is ide jártam horgászni, és ugye mióta én vagyok az elnök, egyszer elég jó megótkotorva, de sajnos ugye az iszap az újra termelődik, illetve mozog is. Úgyhogy itt egy teljes iszaptalanítás az is egy viszonylag egy jó megoldás lenne, de a legfontosabb az volna, hogy friss vizet engedni a tóba. Lesz ilyen pályázat? Hallottak valamit? Nem tudják még egyelőre. Tehát van ez a pályázat, mondom, az önkormányzatnál is megkértem, hogyha tudnak valamit, akkor szóljanak, hogy van-e valami lehetőség. Az irodájuk, van ugye egy irodájuk a Kossuth tér 14 szám alatt, hogyha jól tudom, a Pártok házában ott már hírül adták, hogy változott a nyitvatartás. Ez egészen pontosan hogyan módosult, és mit jelent ez? Hát ez figyeljenek erre oda. Tulajdonképpen ez annyit jelentett, hogy júniustól szeptember 30-ig van nyitva az iroda, mert ugye most már nincs jó formán forgalom semmi, és most már hetente csak egyszer vagyunk nyitva, csütörtökünk 2-től 5 óráig. Tehát csütörtök 2-től 5 óráig? Így van. Máskor most már nem vagyunk, de ez is ebben a hónapban, mert utána tényleg már vége van, azt lehet mondani. És ilyenkor tagdíjat szednek be, vagy esetleg különböző problémákkal is fordulhatnak önökhöz, vagy miért járnak oda be olyankor a tagok? Már mikor? Hát amikor nyitva van az irodája. Ja, persze, hát állami jegyet vesznek, vagy azt a tagdíjjal együtt szokták venni, területi engedélyt vesznek, napi jegyet vesznek, úgyhogy. Szoktak üléseket tartani, vagy ilyen megbeszéléseket? Szoktunk, persze, ugye hát van a vezetőség, és a vezetőség azért összeszoktunk, ha nem is minden hónapban, hanem mikor valami probléma van, vagy valamire közölni kell a többiekkel, akkor összeszoktunk jönni. Milyen problémák szoktak előfordulni? Hát most már arra gondolok, hogy telepítés, mennyit telepítsünk, hogy áll az egyesület anyagilag, vagy versenyek előtt össze szoktunk jönni. Most pedig a jövő héten szerdán kell egy küldött közgyűlést, mert több mint másfél év után most kaptuk még meg az alapszabályt. És azt még most ugye jóvá kell hagyatni, illetve hogyha van valami még egy napi rendi pont lesz az alapszabállyal kapcsolatban, és ez jövő héten szerdán 5 órakor itt lesz szintén a Pártok házában, fenn az emeleten, de ezen csak a küldöttek vehetnek részt. Ugye a jövő héten rendezik meg a gyermekifjúsági versenyt, illetve a felnőtt horgászversenyt. Utána mi történik az Egyesület házatáján? Tehát ebben az évben van még feladatuk december 31-ig? Hát nincs. Vagy ilyenkor már úgy lecsendesül a tó, lehet így mondani. Hát télen tó, vannak, akik kijárnak? Vannak, vagy mit szoktak vannak. Télen hát vannak, csinálni télen, egy ugye rablóhalazni lehet, aztán hogyha megengedi az időjárás, akkor a nádat is levágjuk, ugye, és azt kihagyjuk, de hát tavaly nem igazán lehetett, mert viszonylag enyhe tél volt, talán egy nap volt olyan lehetőség rá. Ugye a havat kellene takarítani, hogy fény jusson, és a fény ugye az oxigén termel a halaknak, tehát azért volna télen is mit csinálni, mondjuk nem olyan sok, de ezek a lehetőségek adottak, ezt azért meg kell csinálnunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, gratulálunk még egyszer a megyei kitüntetéshez, és a jövő hétre pedig jó versenyt kívánunk, sikeres rendezvényt. Köszönjük, hogy eljött. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket a megszokott csatornákon, elérhetőségeinken. Tartsanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek.